nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en. Jó napot kívánok egyrészt a YouTube csatorna nézőinek is, másrészt nyilván akik rádión keresztül hallgatnak minket a Trend FM-en, a nap vendége, a mikrofonnál Nagy Károly, a vendégünk pedig Vasáros Gábor, a KRTK Regionális Kutatóintézet tudományos munkatársa. Jó estét kívánok! Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat! Portfólión olvastam egy cikkét, ami azzal foglalkozott, hogy milyen a geológiai földrajza a jelenlegi orosz-ukrán háborúnak, és ebből is jött az ötlet, hogy beszélgessünk erről, mert rengeteg elemzést lehet arról olvasni, hogy milyen a harci cselekmények, az egyes feleknek mik lehetnek a céljai, egyáltalán egy év, 8 hónap után bármit elértek ebből, azt, hogy hogyan szerepelnek az egyes hadseregvezetések, arról is lehet, hogy az egyes fegyverrendszerek, mi lehet a hosszú távú politikai hatás, de azóta, hogy gyakorlatilag egyfajta állóháborúvá merevedett majdnem, hát egy ilyen 3-4 hónapig bizonyosan ez az orosz-ukrán háború, megmondom őszintén, olyan részletesen kielemzett anyagot ritkán láttam, mint amit ön ért, a lövészárok rendszerekkel kapcsolatban. Kezdjük talán azzal, hogy nyilván a lövészárok rendszer az nem is első világháborús találmány, még korábbi találmány, de maga az, hogy geológiailag egy hadi irányításban mennyire fontos lehet, akár a terep ismerete, akár erre építve egy védekezés kialakítása, ez mennyire időre tekint vissza? Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés, tulajdonképpen legalább 1500 évre. Igazából én már hallottam olyanok fejtéseket, hogy egyébként milyen komoly katonaföldrajzi tudással rendelkeztek már ókori birodalmak, sőt, hát ugye ez egy önálló műfaja volt például az arab történetíróknak a középkorban. Magyarországon ez szintén egy jó létező tudományág volt a földrajzon belül. Hát gyakorlatilag ugye egy nagy bevételi forrás is lehetett az egyetemeknek, hogy például a honvédség megrendelésére gyártottak katonaföldről az írásokat, akár a Horthy korszakban, akár ugye a háború után a Rákosi időszakban. Már ez úgy nagyjából elhalt, úgyhogy én is csak ilyen szőrmentén foglalkozok vele. Ugye azt tudni is kell, hogy én nem vagyok haditechnikai szakértő, sem geopolitikai. Én sima földrajzos vagyok, nekem ez a szupererőm, és én tulajdonképpen pusztán a távérzékelési adatok alapján elérhető forrásokból. Ráadásul nyilván én eleve csak a nyilvánosan elérhetőkre vagyok szorulva, ami mindig egy kis késéssel, tehát egy 3 hónap késéssel jön meg. Arra vagyok szorulva, de az alapján azért a pusztán, hát tényleg úgy mondom, a józan paraszti ezt használva le lehet vezetni dolgokat is. Egy nagyon egyszerű példát mondok. Háború elején mindenki csodálkozott, hogy miért volt az, hogy az oroszoknak, ugye amikor bevonultak észak-kelet Ukrajnába, akkor ez a bevonulás ez úgy nézett ki, mint egy pókháló. Össze-vissza voltak orosz alakulatok, de így nem volt összefüggő frontvonal. És ennek az egyik oka az volt, hogyha az ember utólag nyilván könnyű okosnak lenni, de az utólag megnézi az ember, akkor azt látja, hogy tulajdonképpen az volt, hogy azoknál a városoknál, akik, ahol ilyen nagy szuburbiák voltak, mint Pestnél, ugye itt a budai oldalon, vagy akár most már Becsési. Elővárosi rendszerek. Igen. Ott gyakorlatilag nem tudtak elközlekedni ezek az alakulatok, aminek egy nagyon egyszerű oka van, hogy Oroszországban, meg Ukrajnában, de egyébként ez a balti országokra is igaz, a szuburbia az nem úgy alakult ki, mint itt Magyarországon, hogy falvak alakultak át ugye erővárosi lakóövé, hanem a korábbi ilyen dácsás, üdülős, meg mezőgazdasági földek alakultak át. És nagyon szűk két-két és fél méteres utcák volt, tényleg arra volt kitalálva, hogy egy Trabant éppen elférjen, vagy egy Lada, és egy sávos utak. És gyakorlatilag hát itt egy modern harckocsi, ami 3,5 méternél szélesebb, hát 3,6-3,7 méter, attól függ, hogy milyen típusról beszélünk, fizikailag nem fér el. Tehát ilyen, sokszor ilyen teljesen egyszerű okok vannak, csak meg kell nézni a műholdképet, hogy na akkor ez az oka. És mi az, amit egy év, 8 hónap után lehet látni? Lehet, hogy most egyből a közepébe fogunk menni, de az, hogy ugye volt egy első szakasz a háborúnak, ami 3 frontos támadás, nem sikerült. Aztán átment egy olyan metódusban a háború, hogy az oroszok megpróbáltak a még korábban el nem ismert területszerzéseiket, de később elismert területszerzéseiket minél inkább kibővíteni. Ez a kelet-ukrajnai területek elleni támadássorozat volt, aztán volt tavaly nyár végén egy ukrán ellentámadás, most pedig elméletileg van egy ukrán ellentámadás, amiből nagyon-nagyon keveset érzékelni. Mennyire lehet ezt akár műholdképek, akár műhold fotók, akár drónfelvételek alapján érzékelni, hogy most jelenleg mi zajlik?
Ez ugye egy külön önálló szakmává vált ma már a geolokációs hírelemzés, ami arról szól, hogy a képeken látható bármilyen objektum alapján, akár egy épület, egy egyedi híd, vagy akár valami, a növények alapján lehet következtetni arra, hogy hol készült egy fotó. Ez nagyon bonyolult feladat. Én egyébként ilyenre önállóan nem is vállalkoznék. Én inkább meghagyom ezt annak, aki ért hozzá, én csak elfogadom az eredményeiket. Tényleg olyanokra kell gondolni, hogy így van egy utcakép, és akkor van egy algoritmus, ami visszakeresi akár 10-15 évvel ezelőtt a Google Street View-val, hogy az konkrétan melyik utca. Mert azért annyira megegyedi minden utca, hogy azért még Ukrajnába is lehet összekeverni mindenhol. Hát ez egy jó kérdés, hogy hogyan alakult ez az elmúlt 8 hónap, ugye azt jól írtad le teljesen, hogy zajlott a háború első fele. Azóta ugye az történt, hogy mindkét fél kihasználta az elmúlt nagyjából fél évet. Én most a háború nagyjából 6. hónapjától számított 5 hónapra gondolok, arra, hogy kiépítsen egy védelmi rendszert. Ugye az ukránok ebben viszonylag erőnyben voltak, mert ugye nagyrészt szinte a frontvonal visszaállt az eredeti állapotba. A 2014-es állapotra. Igen, igen, frontvonal egy jelentős szakaszán. Ők nekik ott könnyű volt, mert ott már ki volt építve. 14-től 18-ig gyakorlatilag kiépültek a frontvonalak. Ez azért is fontos, hogy 18-ig, mert ugye nálunk elterjedt az a tévhit, hogy a Biden kormány fegyverezte fel az ukránokat, és hogyha jön Trump, akkor ma milyen bajba lesznek. Ez nagyon jó hangzik, csak hát ugye az ukrán védelmi vonal az a Trump kormányzat alatt épült ki, és a Trumpék adták át igazából a fegyverek nagyobbik részét. Nem teljesen szívjóságból egyébként, hanem mert én kicsit úgy is látom, hogy egyszerűbb volt és olcsóbb volt nekik Afganisztánból, meg Irakból, amik kivonuláskor a fegyvereket odaadni az ukránoknak, mint hazarepülőzni, vagy hazahajózni őket Amerikába. Másrészt ugye ez a frontvonal, ami kiépült, ez több lépcsős. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy külső frontvonal, ez gyakorlatilag ez a klasszikus műszaki akadályoknak a zónája. Itt földrajztól függően puha talajban nyilván árkotásnak, oroszoknak, ukránoknak is van többféle olyan gép, ami képes gyakorlatilag menetben ásni 3 méter széles, 3 méter mély árkot. Ezen egy korszerű harckocsi nem jut át. Ezt csak el kell kezdeni, hogy belemegy a harckocsi, gyakorlatilag egy ilyen U-alakú aknába, gyakorlatilag az árok túlsó fala képében majdnem 2 méteres fallal találkozik, hát 2 méteres falat semmilyen jármű nem tud megmászni, még egy tank se. Másrészt ugye ezen kívül alkalmazzák ugye az úgynevezett sárkányfogat, ugye ezek gyakorlatilag ilyen vasbetongulák, akiket leszórnak a terepre, és gyakorlatilag ez akadályozza a járművek, de még a tankoknak is a haladását, illetve van egy ritkább alkalom, amikor ugye nem ezt csinálják, hanem gyakorlatilag aknamezőt telepítenek, de ma már ez is nagyon gyors. Az aknatelepítés már nem úgy zajlik, mint a második világháborúban, hogy kimegy a lövész katona, ásik egy gödröt, leteszi az aknát, visszatemeti, hanem van az úgynevezett GMZ jármű, ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint egy ilyen lánctalpas szállító jármű, ami kimondottan arra van átalakítva, hogy a mögötte gyakorlatilag kultivátoros mezőgazdaság, hogy működik egy kis eke, kinyitja a talajt, berakja az aknát, ő nem magot tesz be, hanem aknát, és mögötte egy gyakorlatilag egy ilyen lapátszerűség vissza is lapátolja a földet, és gyakorlatilag menetben telepíti az aknamezőt. Tehát ilyenekkel építette ki nagyon gyorsan, nagyon hatékony frontvonalat az oroszok is, meg az ukránok is. És ezt most már elkezdték kibővíteni 3 lépcsőssé. Ugye ezt a első világháború óta általában lépcsőzni szokták a védelmi vonalakat. Azért mindenkinek a világháború a nyugati front jut az eszébe, viszont ilyen szempontból becsapós. Ez sokkal inkább az első világháborús keleti fronthoz hasonlít. Tehát itt nem összefüggő lövészárok rendszer van gyakorlatilag a frontvonal teljes hosszába, hanem egyrészt végig vannak műszaki akadályok, de ezen kívül gyakorlatilag ilyen körkörösen védhető, megerődített állások vannak, gyakorlatilag ilyen lövészárokból van ásva egy kör, abból kifelé vannak ásva még kisebb lövészárok, leágazások, ezt most itt tudom a legegyszerűbben mondani, úgyhogy az is megértse, aki ebben nem járatos, azok tulajdonképpen a tüzelési pontjai a fegyvereknek, onnan lőnek, nem magából a lövészárokból, és belül van még egy gyűrű, ahol még van egy tartalék lövészárok rendszer, ami egyben maguk a közlekedő árkok is, meg bunkerek vannak. És ilyenekkel van teleszórva a táj. Ezek között alapvetően önálló műszaki akadályok vannak, amit mondtam, árok, aknamező, akármi. És ezt úgy igyekeztek kialakítani, hogy tulajdonképpen egymás mögött ez 3 sorba lehetőleg meg legyen építve. Ez nem mindenhol sikerült, valahol egyébként ennek teljesen egyszerű oka van, ugye Ukrajna az egy nagy része, az valójában nem olyan síkvidék, mint az Alföld, ahogy elképzelik, hanem sokkal inkább olyan, mint mondjuk Zalam megye. Ilyen kicsi tengerszint feletti magasságú dombvidék. És ugye a völgyekben például nem tudsz ilyet kiépíteni, mert amint jön egy eső, az gyakorlatilag feltelik vízzel és használhatatlanná válik. Mennyire vannak egymástól távol ezek az úgynevezett vonalak egyébként, tehát az első, a másodiktól, a második, a harmadiktól, akár több kilométer, több 10 kilométer távolság is van, vagy inkább ez a
1-2 kilométeres távolság. Ez megint domborzat függő. Én amennyire néztem a térképet, gyakorlatilag minél tagoltabb a domborzat, annál sűrűbben vannak képítve ezek a védelmi vonalak. Hát ennek egyébként teljesen egyszerű oka van, a beláthatóság. Ugye mondjuk egy Észak-Kelet-Ukrajna, ami klasszikus domvidéki terület, ráadásul az már az erdősztyepöv, tehát amiatt is csökken a belátható távolság. Ott van, hogy ez 3 kilométeren belül van az első meg a harmadik vonal egymástól. És sok helyen még hiányzik is a köztes rész. De gyakorlatilag a műszaki akadályok mögött már egyből a fő védelmi vonalak jönnek, mert mondjuk van köztük egy gerinc, ami védi a követ közvetlen tüzérségi belövéstől, vagy a rálátástól. Még ugye délen, ugye a Fekete-tenger melléki alföldön, vagy az Azov-tengeri melléki alföldön, ott ugye gyakorlatilag a nagy belátható síksági területen ez van, ahol 50 kilométer. Tehát az első és az utolsó lövészárok között 50 kilométer van. Ilyen műszaki akadályokat, ennyire kiépített állásokat, egyikünk sem haditechnikai szakértő, de egy józan paraszti ésszel lehet nagy rohamokkal, nagy támadásokkal, a korábbi, mondjuk második világháborús módszerekkel leküzdeni, vagy ez teljesen irreális, mert úgy tűnik egyébként, hogy irreális a páncéltörő fegyverek meg a drónos felderítés korában. Ez egy érdekes kérdés, és egyébként én amennyire olvastam utána, elég nagy vita volt egyébként, főleg az 50-es, 60-as, 70-es években a haditechnikai irodalomban is, mert ugye a második világháború bebizonyította, hogy a mozgóharc az nagyon hatékony, de azért azt tudni kell, hogy a második világháborúnak is egy szignifikáns része azért az egy klasszikus lövészárok háború volt, ahol gyalogsági hadosztályok harcoltak egymás ellen. Hát a német hadosztályból is meg lehet nézni, hogy milyen kevés rendelkezett egyetlen páncélos járművekkel. Akár a barbarossz hadművelet megindulásakor. Sőt, hát egyébként ez ilyen, mindenki nevet egyébként például lovas hadosztályokon a második világháború, pedig egyébként teljesen jó beváltak, és a háború végén a németeknek több lovas hadosztálya volt, mint a háború elején. Jó, nyilván ebben benne volt a kényszer is, hogy nem volt elég jármű. A lövészárok rendszereket ekkorra már megtanulták áttörni a katonák, tehát az első világháborúban ennek a knóhóját megtanulták, hát ugye ennek egyik nagyon jó próbája volt ugye a Caporettói áttörés, ahol a monarchia csapatai törték át az olasz védelmi vonalat. Ez nagyon egyszerű, ki kellett fejleszteni olyan fegyvereket, amit a katona tud cipelni. Ugye az első világháborús nehézgéppuskák 50-60 kilók voltak, plusz még az állvány, ugye a korabeli aknavetők, könnyű fegyverek is valójában nem voltak könnyűek, nagyon nehezek voltak. Tehát egy olyan gránátvető, ami nagyjából ilyen kézigránát méretű lövedéket kilő, az ma pár 10 deka, gyakorlatilag egy fegyvercső alá lehet helyezni. Ennek a első világháborús megfelelő egy 70 kilós, 37 mm-es gyalogsági löveg volt. El lehet képzelni, ezt mennyire nehezebb cipelni. És akkor kialakultak, ugye a két világháború között elterjedtek a könnyű fegyverek, a géppisztolyok, könnyű géppuskák, ugye hát akkori terminológiával golyószórók, a könnyű aknavetők, gránátvetők, akkor gyakorlatilag egyből elkezdték tudni áttörni ezeket a frontvonalakat. Másrészt ugye a rádió. Egyből tudtak szólni a saját tüzérségnek, hogy hol van ellenséges célpont, és oda lehetett lőni. És ezért a lövészárok az hiába volt, meg ugyanúgy akár a második világháborúban, Koreában, arab-izraeli háborúkban is használták a lövészárok rendszert, sőt vietnámi háborúban, a Vietcong is, meg az amerikaiak is irgalmatlan mennyiségű lövészárkot ástak ki. Mert a tüzérségi tűztől még mindig csak a lövészárok védi a gyalogos katonát, mert ugye a lövészárokban repeszek nem tudnak olyan könnyen belepülni, vagy mondjuk egy mesterlövész nem tud belőni a föld alá nyilvánvalóan. Ezért ma is működik, hiszen a harckocsi ágyú ellen is azért valamennyire véd egy... Tehát ha nem pont az ember feje fölött robban fel egy repeszgránát, akkor az elég nagy az esélye, hogy semmi baj nem lesz. Nyilván arra van esélye, aknavetők, már a második világháború is, hogy az aknavető ezért volt egy nagyon fontos fegyver, ugye az magas íven lő, és az be tud csapódni a lövészárok belsejébe, de ez egy cikcakos a lövészárok, hogy a robbanási hullámot megtörje. Tehát ez folyamatos, kitaláltak egy technológiát, és akkor jött egy ellensúlyra. Ugye ez annyiban változott meg nagyjából a 80-as évekből, hogy megjelentek a modern kézi páncéltörő rakéták, légvédelmi rakéták, amivel egy gyalogosra is most már tud sikeresen védekezni a nehéz technika ellen. És ami nagyon fontos, ugye, hogy megjelentek azok a módszerek, amivel menet közben is tudunk aknamezőt telepíteni. Ennek több, ugye a kazettás lőszerekről mindenki hallott, kazettás bombákról volt szó a magyar médiában, mondjuk arról már kevésbé volt szó, hogy ezt ágyúból is ki lehet lőni, tehát ágyúhoz is készültek kazettás töltetek. De itt igazából a lényeg az, hogy ezek a kazettás töltetek képesek aknamezőt is telepíteni. Magyarán nem csak az van, hogy akkor tüzérségi lőszerként funkcionálnak, hanem fel nem robbant lőszerként, ami miatt egyébként sokat kritizálták a nyugati médiában ezt a lőszertípust, hogy belőfordulhat, hogy ott
hát bár már ott tartanánk, de ugye a háború után is rengeteg ilyen lőszer marad adott esetben felderítetlen. Mondjuk én ezt nem értettem, hogy ezt az oroszok gyakorlatilag a háború eleje óta folyamatosan lőik be ezeket, tehát innentől kezdve most már, hogy mondjam, tehát az, hogy az oroszok napi szinten 1000 ilyet előnek, ahhoz képest az, hogy az ukránok azt a összesen 1000 darabot, amit kaptak, majd ellövik, vagy lehet, hogy 10 000-et, nem tudom pontosan, mert ugye az ezek titkos adatok, hogy pontosan valójában mi mennyi került már kiszállításra, és mi az, ami majd csak lehet, hogy jövőre fog. De hát nem ezen fog múlni az aknamentesítése Ukrajnának, sokkal inkább azon egyébként, hogy például most, hogy átszakadt a gát. Ez egy hatalmas nagy probléma, vagy hát nem átszakadt, hanem felrobbantották ugye a gátat. Elmosta, a Novakovkai gátat. Igen, hogy elmosta a gát, a lezúduló víz elmosta a talaj egy rétegét az eróziónál fogva. Az vitte magával a benne lévő aknákat. És azok most a fene tudja, hogy hol vannak. Mert a katonák, ha telepítenek aknamezőt, annak azért van logikája, hogy a frontvonal előtt, ilyen távolságban valószínűleg. Tehát arról tudják, hogy hol kell keresni, most így nagyon cesütve mondom. Egy utász katona az ki van képezve arra, hogy nagyjából tudja, hogy hol kell keresni egy aknamezőt. Megismeri a jeleit annak, hogy ha itt volt valamikor egy lövészáruk, akkor nagyjából itt lesz az aknamező. De ha ezt a víz elmosa, akkor meg a fene tudja, hogy hol köt ki. Hát igen, ebből egyébként valószínűleg a ukrán hadseregnek voltak bőven problémái, nem véletlen, hogy lehet, hogy gondolkoztak egyfajta átkerésen a Dnyeper folyónál, egyfajta támadási irányon, de aztán azt igazából el is vetették, vagy maximum ilyen kisebb akciók vannak jelenleg a Dnyeper folyó környékén. Mennyire, visszatérve egy picit arra, hogy mennyire nehéz egy áttörése egy ilyen vonalnak, voltak ilyen információk, amellyel kapcsolatban egy kicsit nézett az ember, hogy onnan lehet tudni, hogy áttörték az ukránok az első vonalat, hogy egyrészt már az első és a második vonal között akcióznak, másrészt az milyen meglepetésként érte az orosz egységeket, akik nem mindig tudtak erre reagálni, mondták az ukránok, ugye győzze az ember ezt az információt ellenőrizni. Ugyanakkor itt elhangzott az, hogy akár 1-2, max. 3 kilométeren belül van egymás között a két védelmi vonal. Tehát nehéz elképzelni azt a szituációt, hogy két védelmi vonal közé bemegy egy ellenséges támadóerő, és a második vonal erre nem tud reagálni. Hát ennek több oka van, ez egy jó kérdés, és nagyon csodálom, hogy ezt senki nem feszegette eddig a magyar médiában. Hát egyrészt a támadó oldalról, és nézzük meg védekező oldalról is. A támadó részéről ugye itt a meglepetés az azon múlik, hogy hiába tudja az ellenfél, hogy te egy halom harckocsival fölvonultál a frontvonaltól 10-20 kilométerre, azért az, hogy pontosan hol fogsz menni, azt nem fogják kideríteni. Te tudsz jobbra-balra kanyarodni, most nagyon leegyszerűsítettem. Másrészt, meg egy másik dolog, ez egy ilyen, szerintem kicsit ilyen téveszme volt a haditechnika történetben, erről egy hadtörténésszel beszéltem, aki a doktoriában is ezt figyelembe vette, hogy illetve pontosan ő adta az ötletet nekem nyilván, hogy hiába tudom én azt, hogy az ellenfél mit csinál, akár drónokról, műholdakról, ez még nem jelenti azt, hogy tudom, hogy pontosan mi fog történni. Erre jó példa a sakk. Sakkban mindig látod, hogy mit tesz az ellenség, de ettől még nem lesz veszélytelen az, amit csinál. És ugye kicsit ilyen téveszme is volt szerintem, amikor azt hittük, hogy a helyzetismeret, ugye ez a situational awareness, ez majd megoldja itt a problémát, hogy jó sok kamerával telerakjuk a járműveket, meg drónok, és akkor már nem is kell páncél, mert tudjuk, hogy hova kell lőni előre, mielőtt jön a rakéta. De hát az a helyzet, hogy ez nem működött sem Irakban, sem Afganisztánban az amerikaiaknak például, ők nagyon erre voltak. Hát ott ez volt a elképzelés, hogy majd így oldják meg a problémát, nem nagyon jött be. Az az igazság, hogy tehát tényleg azt kell elképzelni, hogy amikor kim vagy a pusztában, akkor minden bokorban lehet egy mesterlövész vagy egy páncéltörő rakétás katona, és ezt nem tudod kivédeni. És mikor bevonulsz a páncélosaiddal a támadásba, valahogy áttöröd a védelmi vonalat, mert mondjuk nagy tökéletesen sikerül minden, a hidrakó az csinál egy átjárót a árok fölé, azon átmész, vagy mondjuk a műszaki páncélos ki letakarítja az aknamezőt, bementek. De egyébként most már ugye tudnak az a rakéta elven működő aknatelepítőkkel mentesítő páncélos mögé is lőni egy aknamezőt megint, ez bonyolult, áttöröd a frontvonalat, és akkor képzeld el azt a helyzetet. Ez nagyjából úgy működik, hogy a minden páncélos lövi a lövészárok rendszer egészét egy bizonyos frontszakaszon, amikor elég közel élnek a gyalogság, gyakorlatilag a közelharcban lerohanja a lövészárkod, ez nem változott a II. Világháború óta, sőt a lángszórók is most már előkerültek újra, csak már azok is modernek, az is már rakételven működik, és utána elfoglaltad a lövészárkot. Nagyon jó, sikeresen teljesítetted a feladatot. Van előtted a következő lövészárok rendszer. Most az ilyen szempontból mindegy, hogy ez 3 vagy 10 kilométerre van egyébként. Próbáld ott meg
katonáidat pihentetni, mert eddigre hullafáradt lesz mindegyik. Ez volt az második világháborús, meg az elsőben is a baj. Áttörték a lövészárkot simán a katonák első világháborúba is. Rommelnek a Gyalogság előre című könyvét el kell olvasni. Mindenes alkalommal áttörték, és hullafáradtan ott volt velük szemben még két lövészárok rendszer, és már jött az ellenséges ellentámadás. Ráadásul próbáld meg mondjuk a harckocsikat ilyenkor feltölteni üzemanyaggal vagy lőszerre. Azért a mai modern páncélosban hatalmas nagy lövedékek vannak egy 120 mm-es ágyúhoz, abból nem sok fér bele, 40-50. Sőt, te oroszoknál, most mivel kicsit nem, a bizonyos tárolóhelyeket nem töltenek fel a berobbanás veszélye miatt, most mások harckocsi csak 20-30 lőszerrel futkos. Ez nagyon gyorsan elfogy. A védekező oldaláról pedig azt látjuk, hogy hát egyrészt, amit már mondtam, hiába tudom, hogy jön a páncélos, attól még oda kell időben cipelni valakit, aki ért a páncéltörő rakétához, azzal ki is tudja lőni a páncélost, úgyhogy hát mondjuk úgy, hogy nem csonyítja össze az alsó nadrágját, mert azért a páncélos rémület a mai napig létező fogalom. Hogy, hát, jön veled szembe 100 harckocsi, akkor elég legénynek kell lenni a lábadon, hogy ne fuss el. Igen. Másrészt meg ugye, ami nagyon fontos, hogy ez a frontvonal irgalmatlan. Hogy hát most képzeld el, hogy ez a frontvonal teljes hosszában, hát ez olyan, mintha Debrecenből elindulnánk Zalaegerszegig, Pesten keresztül. Ez nem úgy néz ki, mint az első világháború, hogy itt dugásig van katonákkal a második vonal, és akkor gyakorlatilag csak előre kell vonni őket, hanem itt van, hogy 30-40 kilométerről a szállásról kell őket elvinni a lövészárok rendszerített. Még ha tudod is, hogy jönnek az ukránok, még egyszer sem biztos, hogy neked időbe odaér a saját csapatod, már csak az is, mert az ukránok se hülyék, nyilván ilyenkor az utánpótlás szállító útvonalakat azonnal elkezdik lőni a tüzérséggel. Meg gondolom attól is tartanak orosz részről, hogy ha mind a három vonalba egyszer állomásosztatják a katonákat, akkor műhold felvétel alapján úgy sejteni lehet, hogy hol vannak katonák, és akkor akit a tüzérséggel odalőnek, magyarán akkor rögtön van egy előzetes vesztesége is az oroszoknak. Ez nem olyan hatékony egyébként, a lövészárok az ilyen szempontból mindig egy jó védő. A kicsi, olcsó, pár száz forintos, pár száz ezer forintos ár, ilyen interneten rendelhető drónokkal csinálják inkább ezt, mert az konkrétan be tud lepülni a lövészárok rendszer fölé, és egy pici rendes kézigránátot, vagy egy aknavelő lövedéket bedobál. Sok ilyen felvételt látni egyébként. Igen. De azért ez sem olyan mennyiség egyébként valójában a frontvonal egészéhez képest. Meg azt tudni kell, hogy azért itt a oroszok azok nem csak úgy építették ki a rendszert, hogy leszorták a lövészárkot, és akkor mindenki jól végezte a munkáját, hátradőlt, hanem itt azért bunkereket, óvóhelyeket. Az oroszoknak van olyan bunkere, amit egyébként fél óra alatt lehet telepíteni, kihajtogatható acélbunker, amit be lehet ásni a föld alá. Minden orosz magasabb telakulatnál van külön utászászlója, aminek ez a dolga, hogy ezzel foglalkozzon. Ott külön alakulatokat képeznek az ilyen műszaki zárással foglalkozó specializált szakaszok meg századok. Most már megjelenik egy cikkel nem sokára a Haditechnika magazinban, ami pont az orosz zászlói harccsoportokról szól. Ott is írok is arról egyébként, hogy milyen utászalakulatok vannak benne. Mondjuk ezért is tudni, hogy ez nagyon vegyes, mert azért valakinek jut, valakinek nem jut, tehát nincs két egyforma orosz zászlói harccsoport. Mert az oroszoknak sincsen annyi, amit elképzelnek az emberek, sem katonából, sem lőszerből, sem eszközből, és itt most az eszközre pont azt gondolok, hogy az oroszoknak irgalmatlan mennyiségű tankja van. De ebből nagyon kevés a modern, a T-90-es, meg a T-80 felújított. Nagyon sok páncéltörő rakétája van, de ebből nagyon kevés ám a modern. Ezek nagy része mindig konkurszokkal, mert metiszekkel vannak felszerelve az alakulatoknak. Mert ezek mikoriak? Hát ezek ilyen 70-es évek, 80-as évek technológiája. Ugye ez azért nem okoz akkora problémát az oroszoknak, mert az ukránok is ilyet kapnak. Oké, mindenki hallott a Javelinről, meg ugye az Enlóról, ami modern eszköz, de azért nagy részén nem ezeket kapták az ukránok, hanem a régieket, tehát Panzerfaust 3-asokat kaptak a német haderőből, 70-es évek technológiája. Ugye hát a harckocsiból is azért oké, kaptak Leopard 2-eseket, de hát majd tudjuk, hogy az újonnan beérkező páncélosok egy jelentős része Leopard 1-es lesz. Ez meg a T-55-ösnél éppen, hogy újabb. A T-55-ös az ugye 40-es években lett kifejlesztve, és a 50-es évektől gyártják. Ugye 56-os forradalom volt a fő próbája gyakorlatilag. A Leopard 1-es az 60-as évek eleje, tehát az sem modern technika. Egyébként ezzel is van az, hogy ma a harckocsi veszteségek nagy részét érdekes módon nem. Tehát a legtöbb ember, amikor harckocsira gondol, akkor ugye a számítógépes játékok alapján azt képzeli, hogy a tankok kínálnak a pusztába és lövik egymást. Hát erre most nagyon kevés ilyen felvételt látni, gyakorlatilag elenyészet. Még a második világháborúban is ez a ritka kivétel volt, gyakorlatilag ezek a nagy páncélos csaták jelentették ilyen szempontból kivételt. Az esetek 90%-ban a harckocsik azok pont a beásó gyalogság, a géppuska fészekkel, páncéltörő ágyuka, ma már ugye rakétákkal harcolnak. Ezért van az, hogy egyébként a harckocsik lőszerkészletének egy jelentős részét a repeszgránátok teszik ki, nem a páncéltörő lövedékek. És ma a harckocsik, a veszteségek mindkét oldalon nagy részét az okoz, hogy vagy egy tüzérségi gránát véletlenül pont felé betalálja a harckocsit, és akkor még leszakad a lánctalp, és ott kell hagyni, vagy az, hogy aknára fut.
ukrán veszteségekről szóló képeket is megnézzük, azért viszonylag kevés olyan jármű van, amin látszik, hogy azt szétlőtték, akár páncéltörő rakétával, vagy közvetlen ágyutalálattal, a döntő többségről azt látjuk, hogy aknára futott, leszakadt a lánclap, és ott hagyták. Ez igaz az oroszok veszteségeire is? Mert igen, ilyen nagyon reklámozták a amerikai nyugati páncéltörő rakétákat, reklámozták, az persze idézőjelben, hogy mennyire hatékonyak, és hogy ezzel mennyire nem számoltak az oroszok. Ez a médiában egy általános tévhit, hogy a veszteség szóra egyből arra gondolunk, hogy valamit szétlőttek, vagy valaki meghalt, de ez nem igaz, a veszteség döntő többsége az egyébként sérülés, emberek esetében, tehát a veszteségben benne tartozik az is, aki mondjuk olyan szinten lebetegszik, hogy akár egy éves kórházi kezelésre kerül, mert a beázott lövészárukból mondjuk a Rasputica idején úgy szétfagyott a szervezete. Ebbe letartoznak mondjuk a fagyási sérülés miatt harcképtelenné válók, akkor például a lőtt sebbe kórházban fekvő katona is veszteség, tehát nem csak a halott. Ugyanígy a páncélos járműveknek vesztesége és egy jelentős része az egyszerűen műszaki lerobbanás. Egyébként, mivel az ukránoknál is rendszeresítve volt több típus, egyébként háború elején az ukránok egy pontig több harckocsival rendelkeztek, mint a harcok kezdetekkor, mert a támadás első hullámában részt vesző orosz harckocsikból tudtak zsákmányolni, mert aknára futott, ugyanacsak leszakad a lánctalp. Az ukránoknak ugyanolyan lánctalpuk van, tesznek rá egy ugyat, és kész. Most nyilván ez egy egyszerűsítés volt, mert azért nyilván a futómű is megsérül, stb., de a lényeg érthető. Volt olyan is, amikor kifogyott az üzemanyag, és ott kellett hagyni, mert nem a harckocsi sérült meg, hanem egy légicsapásban a üzemanyag szállító teherautók pusztultak el. Erről volt is egy kép az interneten, amit bejárta, pont ilyen kiégett üzemanyag szállító konvojról szólt egy város utcáin. Ezeket be tudták vetni az ukránok a harcokba utána. Nyilván az oroszok is ugyanígy zsákmányolnak, ezért került például működőképes Leopard 1-es, Leopard 2-es meg Bradley az oroszok kezére. Lánctalp meg futómű sérülés miatt került oda. De azt tudni kell, hogy azért ez még mindig nem teszi ki a teljes veszteséget, mert még nagyon sok a műszaki hiba. Régi járművek, tehát azért T-72-es, 40 éves technológia. Tehát egy 40 éves jármű még akkor is, hogyha azt jól raktározzák, már pedig egyébként volt egy külön cikkem a Portfóliós KRTK blogon, hogy nem tárolják jól, tehát ez tényleg ki volt sokszor dobva csak a pusztába, ugye főleg a Jelcini érának a hagyatéka. Ugye az amerikaiaknál is így van, csak ott jobb a helyzet, mert az arizoniai sivatagban ott azért sok rozsda nem keletkezik. Meg ott azért van pénz arra, hogy időnként kimenjen egy katona, aztán gép zsírra, meg kenje, amit kell. De hogy nagyon sok jármű lerobban. Géppuskák, rakéták, hát amit a németektől kaptak rakéták, azoknak most már tudni lehet, hogy kb. 50% az műszaki hibás volt, mert egyszerűen egy raktárban... Már amit az ukránok kaptak. Igen, amit az ukránok kaptak, légvédelmi rakéta, ugye még a volt kelet-német készletekből, mert ahhoz senki nem jut hozzá az elmúlt 30 évben, és gyakorlatilag tönkre voltak menve. A fele az teljesen működésképtelen volt. Meg ugye egy nagyon fontos dolog, hogy az orosz hadseregnek is nagyjából ilyen ám a készlete. Tehát azért az orosz baka, amikor orosz hadseregre tudni, hogy az két részből áll. Van egy nagyon pici, nagyon profi hadsereg, ilyen mondjuk a desszant alakulatok, vagy a gárda. Ugye ez már másik világban is a legjobb alakulatokat gárda dandárnak, meg gárda hadosztálynak hívták. Meg történelmi okai vannak, nem menjünk bele. A lényeg az, hogy van egy pár ilyen jó kiképzett alakulat, mint mondjuk a Spetsnaz is, az viszonylag közismert szerintem. Nagyon profi felszerelése, modern felszerelése, iszonyat jó kiképezve. Akik szeretik Oroszországot, általában csak erről hajlandók beszélni. Mintha az egész hadsereg ilyen lenne, de nem. A hadsereg a 90%-a az egy ilyen sesere had, ahol alig kiképzett katonák. Tehát az tényleg az, hogy ezt kell elképzelni, hogy ezek a tartalékosok, akik most be vannak hívva a harcokba, ezek 30 évvel ezelőtt, vagy akár 10 éve, attól függ, hogy hány éves, meg milyen beosztásban van, nyilván tisztek, idősebbek, közkatonák, fiatalabbak, akkor ült utoljára harckocsiba. Most kap egy emlékeztető képzést, ugye mielőtt kiviszik a frontvonalra, ami megtanulja vezetni a harckocsit, meg még 2-3 harckocsi tud is menni, de most az, hogy még egy század, vagy egy zászlói formációban menjen, és úgy vonuljanak a harckocsik, hogy azok egymást támogassák, az nem működik. Ezért látunk olyanokat, igen, az ukránok oldaláról is, meg az oroszok oldaláról is, hogy a harckocsik a frontvonalba mennek bele liba sorba. És az egyik aknára fut, a másik megelőzés, az is aknára fut. Ez azért van, mert annyira ki vannak képezve, hogy az egyes járművet tudják kezelni a katonák, de arra, hogy mondjuk egy formációba harcoljanak, hogy a harckocsik úgy menjenek, hogy egymást támogatva, hogy ez a lépésváltásos előrenyomulás, arra már nem képesek, mert zászlóalj, vagy akár dandárszintű összeszoktató gyakorlatok nincsenek. Itt rengeteg felé egy picit elkalandoztunk, ugyanakkor volt egy alap tézis, vagy feltevés bennem, hogy a lövészároknak, lövészárok rendszereknek az áttörhetőségéről beszéljünk, és most vagy áttörték az első vonalat, talán az ukránok Zaporizsia környékén, vagy nem, ez nyilván lehet, hogy akár hetek múlva tudjuk meg, hogy ez mennyire igaz, de vajon mennyire van arra reális esély
jelenleg, a harcok jelenlegi menete alapján, hogy akár mind a három rendszert áttörik az ukránok, hogy ez annyival több műszaki eszközzel, katonával, lőszerrel kellene rendelkezniük, hogy erre esély sincs. Szerintem nagyon sokan ezt taglalja mindenki, hogy erről megy a vita. Ön hogy látja? Szerintem egyik fél sem képes jelenleg áttörni a másik félnek a védelmi vonalait. Ugye az oroszok is támadnak északon, az ukránok délen két helyen, és ugye ebből Robutin talán a közismertebb, ugye igazándiból itt arra kell gondolni, hogy hogyan fogalmazom meg. Tehát, hogy áttörik a védelmi vonalat. Ez egyébként működik. Az oroszok is át tudták törni az ukránoknak az első védelmi vonalát, az ukránok is át tudták két helyen is törni az oroszok első védelmi vonalát. Ugye beüt az, amit mondtam, hogy ott a második védelmi vonal, a csapatokat fel kéne tölteni. Azt tudni kell, hogy az ukránoknak alapvetően nem kell áttörni mind a három védelmi vonalat, mert ők nekik szerintem, és most nem vagyok telepata, nem tudom, hogy mire gondolnak az ukrán tábornokok, de azért mondjuk, hogy ez az educated guess szintjén tudom tippelni, hogy mire próbálkozhatnak, pont abból kifejezőleg, hogy hol próbálkoznak, hogy két olyan helyen támadnak, ahol ugye gyakorlatilag az első és a második vonal az viszonylag messze van egymástól. És én szerintem az volt az eredeti ötlet, hogy két olyan helyen támadnak, azért voltak a háború első, az ukrán támadás az úgy kezdődött, hogy gyakorlatilag három hónapig ilyen tapogató harcok voltak, gyakorlatilag szakaszokat, legfeljebb századokat neki küldtek az orosz védelmi vonalnak, hogy kipuhatolják, hogy ott milyen erős a... Gyakorlatilag ez tényleg arról szól, ez ilyen nagyon csúnya dolog, de ez a felderítő katonáknak egy nagy ilyen keresztje, hogy sokszor az van, hogy be kell küldeni a felderítő katonát a tűzvonalba, mert arra, hogy rálőnek, onnan tudjuk, hogy hol vannak az ellenség fegyverei. Szegény vagy túléli, vagy nem. De sajnos ez a háborúnak a szomorú sakja az így működik. És tulajdonképpen ezt csinálták az ukránok, és két olyan helyet találtak, ahol ez viszonylag lazán volt felépítve ez az első vonal, és a második vonal meg viszonylag messze van, mert nekik az is jó lenne, hogy gyakorlatilag egy 20 km délfelé tudnának menni a mostani frontvonaltól. Mert akkor mi történik? Tokmak felé, vagy akár Mariupol felé, mert akkor a tüzérség hatótávolságán belül lesznek azok a főútvonalak, amelyek ugye a szárazföldi területeken mennek Krim felé. Gyakorlatilag meg lehetne kezdeni egy kiéheztetéses stratégiát. Itt most a kiéheztetés nem úgy kell érteni, hogy ott majd éhen hal a lakosság a Krimbe, hanem az, hogy ha a lőszer meg üzemanyag utánpótlás lelassul, akkor az ott harcoló orosz alakulatoknak a harcérték jelentősen csökken. Hát azért gondoljunk bele, hogy egy harckocsi egy ilyen jó megküldött ütközet napon elhasznál egy tonna üzemanyagot, meg nagyjából egy tonna lőszert, és akkor mondjuk egy zászlóaj vagy egy dandár az mi üzemanyagot elhasznál, ezt ki lehet kalkulálni. Tehát a háborúnak ilyen szempontból azért is egy fontos a földrajz, mert a háború döntő eszközei közé tartozik a mai napig egyébként a logisztika, amit mindenki egy kicsit lebecsül, mindenki ugye a tankokat, repülőket szereti, meg a képeken az mutatja jól, de valójában egyébként a háborúban a döntő erő az valójában mai napig még ugye részben a gyalogság, mert városokat gyalogsággal lehet elfoglalni és megtartani. A tüzérség, mert azzal lehet szétlőni a várost, amiből vannak a katonák, bármilyen szomorú hangzik, és ez logisztika, ez egy nagyon fontos dolog. Mert a katona, mert hogy mondjam, tehát egy 125-ös ágyú, vagy egy 155-ös nyugati tarack, az lőszer nélkül az egy nagyon szépen mutató vasdarab a puszta közepén, aminek túl nagy harcértéke nincsen. És igazából az ukránoknak szerintem az lett a stratégia, hogy ezt a két utánpótlás szállítási vonalat, ami egyik Tokmak, másik meg a tengerparton fut, ezt elvágják. Ehhez csak elég közel kell lenni, hogy a tüzérség egy hétig úgy lője, hogy azt menne lehessen helyreépíteni. Ez oké, de ha ezt elfoglalják, és mondjuk lövik, és mondjuk nincs annyi utánpótlás, akkor mi jöhet utána? Mert ugye itt hatalmas nagy víziók keletkeztek a tavalyi nyárvégi őszelei ukrán terület visszafoglalási sikerek után, hogy ezt újra meg lehet ismételni. Hát látszik, hogy ugyanabban a formában nem lehet megismételni, és persze mondjuk hatótávon belőle kerülnek a tüzérségi eszközök, de hát lesz annyi lőszer, mondjuk nyugati támogatás, hogy ezt folyamatosan tűz alatt tudják tartani, vagy nem lesz akkor erre egy orosz válasz, hogy nehezen hinni el az ember, hogy az oroszok mondjuk ezzel nem kalkulálnak, és nincs ezzel kapcsolatban valami elképzelésük. Hát persze kalkulálnak. Azt tudni, hogy a mai modern hadászat az már nem úgy működik, hogy tábornokok is szivarozva a szobába eldöntik, hogy mi legyen, aztán térképen húzogatnak vonalakat, és ez így megtörténik, hanem ez ma már számítógépes modellezéssel működik, pont a műholdas távérzékelés alapján. Ezt úgy kell elképzelni, hogy itt, amikor amerikaiak adnak valamilyen fegyvert, vagy nem adnak az ukránoknak, az nem úgy működik, hogy éppen Biden ballába kelte fel, vagy jókedve. Ez úgy működik, hogy az amerikai hadsereg
az gyakorlatilag számítógépes modellek százait futtatják le, megnézik, hogy mi a legjobb, meg a legrosszabb opció, ami történhet a modellek alapján, és akkor az alapján adnak úgy fegyvert, hogy a legrosszabb opció el legyen kerülve, és a legjobb opció se legyen olyan, ami mondjuk Oroszország hadseregének a teljes összeomlását okozná, mert az orosz, amerikai pontosan tudják, hogy azért az oroszok, nagyon kevés olyan dolog van, amiért az oroszok tényleg bevetnének atomfegyvert szerintem, minden propagandával ellentétben. Én biztos vagyok benne, hogyha az ukránok visszafoglalnák az egész Donyecket meg Luhanszkot, azért egy darab atombombát nem dobna le az oroszok. Na, a krimi katonai kikötő az pont egy olyan dolog, amiért szerintem az oroszok dobnának le atombombát. És innentől kezdve azért ez egy tőlig játék. Tehát ha a krimet úgy foglalják el az ukránok, hogy az oroszok kiszorulnak, az oké. Ha az oroszokat megpróbálják kiverni, az nem oké. Ez egy kicsit ilyen... Inkább... Ez mondjuk számomra ugyanazt jelenti, ha nem, de tulajdonképpen arról van szó, hogy nem fegyveres katonák bemennek és kiverik onnan az oroszokat, hanem olyan nyomást helyeznek az orosz logisztikára, hogy ne tudja ellátni krimet, és az oroszoknak maguktól kelljen feladni a jelenlegi pozícióikat. Ugye ez kicsit olyan, mint amikor nem megvostromunk egy várat, hanem gyakorlatilag csak körbezárjuk, és megvárjuk, hogy mikor unják meg a védők azt, hogy tűnnek a várba. Nem is feltétlenül éhezés, hanem egyszerűen csak az, hogy nincs kereskedelem, utazás, stb. A másik rész az szerintem ennél sokkal fontosabb ukránok részéről, hogy Ukrajnának sikereket kellett felmutatnia. Egyrészt hazai irányba is, a saját lakosságnak is azért kell motiváció, és kell nyugatnak is. Az, hogy ők most nagyjából egy 200 falut elfoglaltak, meg egy kisebb várost, ezt el lehet adni sikerként, mert hát szabadítottunk fel területeket. Nyilván az oroszok is elő tudják adni sikerként azt, hogy a Bakhmutot elfoglalták, az más kérdés, hogy ők még rosszabbul állnak, mint az ukránok, mert az ukránok most egy 200 falut elfoglaltak egy nagyjából fél éves húzavona alatt, az oroszok 8 hónap alatt elfoglaltak egy darab várost. Ráadásul az sem sikerült teljesen, mert ők ugye két városnak estek neki, mert ugye Bakhmutról hallottunk a magyar médiában, Avdijivkáról kevésbé volt szó, és elnézést kérek a kiejtésre, mert biztosan rosszul ejtem a szláv szavakat. Az teljes kudarc volt. Avdijivka ostroma. Ott sem remítottak az oroszok, egy kicsi elővárost elfoglaltak. Ilyen szempontból ugye bejut az, hogy a véleménybuborékok. Ugye az ukránokkal szimpatizálók, az ukránok teljesítményét átlába túl értékelik, ugye ezt beszéltünk is még felvétel előtt, hogy magyar médiában is van olyan médium, aki az ukránok sikerét, az utolsó pici, apró két csavart visszaszereztek az oroszoktól, azt is főcímen hozzák, meg van a másik olyan, ugyanez az oroszok pártján, hogyha az oroszok egy darab anyacsavart visszaszereznek, már az is szalagcím. Valójában itt arról van szó, hogy ez úgy hívják, hogy ez a hullámzó harc, ez váltakozó sikerű hullámzó harc zajlik a frontvonalon, gyakorlatilag azt kell elképzelni, hogy egy-egy század dandár támad, az nyilván valamilyen szinten benyomja a frontvonalat, aztán vagy jön egy ellentámadás, akkor azt visszaverik, sőt lehet, hogy még nagyobbat is nyernek vissza, az is lehet, hogy úgy marad. Összességében érdemben a frontvonal nem változik. Ilyenkor viszont ugye ez nagyon fogyasztja a készleteket, és itt nem csak arra kell gondolni, amit említette, hogy lesz elég lőszer, mert ez egy nagy kérdés, mert egyébként Nyugat-Európában ugye rendszerváltás után, de főleg a 2007-es válság után azon a hadseregeken spóroltak. Hát, és meg kell nézni a magyar honvédséget is, hogy leépítették rendszerváltás után is, meg aztán 2007 után is. Egy gyakorlatilag így került például ISIS-hez magyar tulajdonú harckocsi, mert Iraknak odaadtuk, Iraktól meg elfoglalta az ISIS. De ez most kezdik felhozni, tehát lesz elég lőszer talán, mert ezzel tudni egy mostani formájában a háború nem is fogyaszt annyi lőszert, mint korábban. Az oroszok is sokkal kevesebb lőszert használnak el. Meg az oroszok se állnak annyira jól ám a lőszergyártás. Nem értelem tárgyalnak mondjuk Észak-Koreával. Igen, tehát azért az oroszok is lépítették ezeket a kapacitásokat, mert azt ne felejtsük, hogy az orosz hadipar egy jelentős része szét volt telepítve pont azért, hogy ne legyen az, hogy egy darab amerikai bombával le lehet pusztítani a teljes gyártást. És ugye hát a hadipar egy jelentős része az elkerült mai Kazaksztánba, Grúziába, vagy éppen a mai Ukrajnába. Az most nyilván az oroszoknak nem játszik annak használata. Plusz a szűk keresztmetsz a tüzérségnél szerintem nem is ez lesz, hanem a lövegcsöveknek a kopása. Tudni kell, hogy egy ágyúnak van 4-5, legfeljebb 3000 lövé. Tehát típustól függ, harckocsiknál ez inkább 1-2000, tarackoknál 3-4000 lövés, amíg üzembiztos, ugye a megfelelő karbantartás, ez lehetne több, de hát itt azért nem arról beszélünk, hanem az, hogy pusztában teljes intenzitással lőnek vele, tehát nem a békeidős élettartalmot kell figyelembe venni. Tulajdonképpen el kell jussunk a háborúnak eddig a szakaszáig, amikor már csövek kopnak el, ágyuk kopnak el, harckocsik,
használódnak teljesen. Tehát szerintem most vagyunk abban, hogy valami történjen, hogy valamelyik fél javára eldőljön, vagy amikor végképp kifullad az egész ellenségeskedés, és valahol megmerevedik a front szakasz. Hát szerintem jelenlegi állapot szerint, nagyon jó a kérdés, szerintem nagyon állapot szerint nagyjából 3 évre elegendő hadianyaga van a Nyugatnak és meg Oroszországnak is, hogy Ukrajnát támogat, Nyugatnak, hogy a Ukrajnát támogat, meg az azt tudni kell, hogy az ukránok gyártanak ám hadianyagot, tehát ez nem úgy van teljesen, hogy ezt elképzelik sokan, hogy csak azon, amit Európából kapnak, hát Ukrajnának nagyon komoly hadipara van, amit megörökölt a Szovjetunióból. 122-es tarackot, meg lövedékeket, aknavető lőszert ők gyártanak ipari szinten, tehát az megvan. A probléma inkább azzal van, hogy az új típusokhoz nem tudnak lőszert gyártani, mert nekik ugye még a szovjet típusokhoz van lőszere. És ezt nem lehet akárhogy felfuttatni, még az oroszoknál se. Ugye oroszoknak is van 1-2 üzeme, ami tud ágyú csövet gyártani. Az ágyú csövetgyártás az egy nagyon bonyolult folyamat, mert magát a csövet kiönteni az bármelyik pasüzem képes kb., amit erre kiképeznek. De a húzagolás kialakításához szükséges speciális esztergáló rendszer az nagyon ritka, az a szűk keresztmetszet. A mellé hiába rakunk oda akármennyi pénzt, meg még 20 000 darab munkást, az akkor is csak 2 darab esztergagép lesz, vagy 10 darab, vagy éppen amekkora üzemben van, és azonnak az a felső limitje, és ezeket az eszközöket még karba is kell tartani, tehát nem lehet 0-24 órában menetni. Így van egy üvegplafon, amennyi hadianyagot elő tud most állítani a Nyugat is, meg Oroszország is. Az emberanyag is kopik, az szerintem jobban kopik. Hát a katona, hát hogy mondjam, 2 évig a lövei szárokban lenni, az fizikailag megterhelő az emberre. Hát sérülések folyamatosan vannak, mert ha éppen nem is lövik el a bokáját egy repesszinák, vagy akár az, hogy átmászik egy szöges dróton és megvágja magát. Ugye ezek hosszú távon összegződnek, gyengítik az immunrendszert, vagy az, hogy ugye az őszi fél évben a Rasputicáról gondolom már, ma már szerintem Magyarországon mindenki hallott, az nagyon megviseli a lövész katonát. Ugye van egy ilyen mondás, hogy ugye a tábornokok tévedését és az időjárás viszontagságait mindig a gyalogos katona szenvedi meg a legjobban. És itt azért az fontos dolgot ki kell emelni, és ez a logisztika miatt nagyon fontos. Mi nem is biztos, hogy egyszerű eljutatni oda, hogy az utak megsérültek, az utakat lövik egy éve. Az orosz meg az ukrán puszta az ilyenkor felázik, ott még a terepjáró teherautók sem tudnak ám csak úgy elmenni. Tehát nem olyan egyszerű például a lőszert, üzemanyagot, ételt kiszállítani a frontvonalba. És egy egyszerű példát mondjak, és ezt szerintem még az idősebb hallgatók érteni fogják, hogy ugye az olyan szintű volt ugye a szocializmusban, hogy még a panel telepeken belül sem voltak ám betonutak. Magyarország is 90-es évekre készültek el a betonutak a házak között, azért van még a kaparóval, sőt egy csomó panelház bejárata mellett. Mert a panelházak között is földút volt, és az felázott, és járhatatlanná vált. Aki nem annyira van képbe, annak mondjuk ajánlom Dunaújváros elkészültét, hogy min épült mi, és ott ugye rengeteg ilyen gyors készítési ház van, na ott látni, hogy mennyire volt sáros az a terület például. Igen. És például ugye a ukránoknál, oroszoknál a 90-es évek után sem készültek el ezek a betonutak, tehát ott amikor Rasputicáról beszélünk, ott még a városon belül is van Rasputica. Tehát azért ez annyira durva dolog. Ráadásul, és szerintem még ez az utolsó momentum, amit nagyon kevesszer szoktak figyelembe venni, hogy ugye a hátország erről nagyon keveset érez. Tehát az a típusú elfáradás, amit az emberek gondolnak, hogy majd a ukrán meg az orosz anyukák megunják, hogy a gyerekeiket elviszik a háborúba, ez nem nagyon fog megtörténni, mert egyébként az országok méretéhez képest azért viszonylag kicsik ám ezek a hadseregek. Tehát itt nem arról van szó, mint a első világháború, hogy minden ötödik férfi az benn van a frontvonalon. Oroszország meg ukrán. De mi is juthatunk el addig? Ez kevesebb fegyver van, mint ahány férfi van szerintem jelenleg ilyen szempontból. Mert ráadásul az oroszok sem vethetik be az összes katonát, mert ugye az orosz törvények szerint, már mondjuk meddig tart ezt átírni, de egyelőre nem tűnik, hogy ezt át akarnak írni, csak a tartalékosokat vethetik be, mert a sorkatonákat nem. Mert ugye az csak védekező háborúba, meg ugye Ukrajnában vannak támadni. Bár mondjuk tulajdonképpen, mivel át van minősítve orosz alkotmány szerint az eddig elfoglalt terület, sőt, még annál kicsit több is, jóval több, tulajdonképpen akár védekező háborúnak is el lehet adni. Hát a tartalékosokat ezzel lehet bevetni, amúgy azokat se lehetne, de a sorkatonákat még itt sem akarják bevetni szerintem. Bár azt hiszem, ez vicces, mert egyébként még Fehér Oroszország se ismerte el egyébként ezt a területi nyereséget, pedig azért Fehér Oroszország eléggé közel áll Moszkvához. De ami nagyon fontos lesz, hogy a társadalomnak az ilyen típusú kopása az sokkal lassabb folyamat, mint ezt sokan hiszik. Ez egy ilyen hadászatban szerintem ez egy ilyen szent tehén volt, hogy azt hittük, hogy egy országot sokat bombáz, már nem én mi, hanem a tábornokok, sokat bombáznak egy országot, akkor majd az jó megunja a lakosság, az föllázad. De ez nem jött be az első világháborúba se, mondjuk akkor még egy korlátozott volt, amit a Zeppelinek el tudtak érni,
második világháború ipari szinten űzték, a valóság pont az ellenkezője volt az, hogy London bombázták a németek, az angolok nem megunták a háborút, hanem még jobban elkezdték utálni a németeket. Az oroszok is hiába lövik az összes ukrán város gyakorlatilag már egy éve. Az ukrán lakosság ez egyikotok hozzászokott az élet, kialakultak ugye a bunkerben a konyhák, a szakestek, gyakorlatilag ott már eleve úgy kezdik, hogy éjszaka, amikor, mert minden éjszaka vannak lövések, éjszaka a kulturális események, a közeleti kávéházak már eleve az óvóhelyeken vannak meghirdetve. Tehát gyakorlatilag az élet ott zajlik. Tehát ez a lakosságnak a megkopása, ez nem annyira következik be. Úgyhogy én úgy látom, hogy ez a háború jelen formájában nagyjából 3 évig simán el tud működni. Nyilván nincs nálam az arany kis gömb, amiből tudok jósolni, mert ha ezt én pontosan ki tudnám mutatni műholdképek alapján, akkor már valószínűleg kaptam volna egy jó zsíros fizetési ajánlatot, vagy az orosz, vagy az amerikai titkosszolgálattól, vagy éppen a kínaitól. Valójában az van, hogy kicsit ez kényszerhelyzet. Belementek egy helyzetbe az ukránok, belementek egy helyzetbe az oroszok. Hát az ukránok nem maguktól, hanem az oroszok hatására mentek bele ebbe a frontvonal helyzetbe, de ebből már nem tud senki se kilépni. Ez kicsit ilyen, mint az első világháború. Biztos vagyok benne, hogy Ferenc Jóska már 15 végén unta a világháborút, de nem lehet abba hagyni. Putyin sem tudja csak úgy abba hagyni a háborút, mert valamit neki mutatnia kell, hogy gyerekek, ezt hoztuk haza a háborúból, meg az ukránok sem tehetik meg azt, hogy elfogadják az ukrán terület, ukrán területek egy elvesztését, mert akkor meg az ukrán nép néz, hogy ezért halt meg ennyi fiatal gyerek. És igazából az egyetlen megoldás szerintem az lenne, ha lenne egy tűzszünet, ami nagyjából a 14-es állapotokat állítaná vissza, ugye ez gyakorlatilag a két lázadó tartomány, meg ugye Krímnek a lecsatolását jelenteni, mert erre mindkét fél tudja azt mondani, hogy ő csak betartott a korábbi megállapodásokat, és igazából kiverte az ellenfeleket a tetekről, és akkor ez, hogy mondja, ezt Putyin is haza tudja vinni győzelemként, meg Zelenszkij is. De erre azért nem látok esélyt, mert ugye Oroszország és Ukrajna között már volt rengeteg tűzszünet. Ugye voltak a viszonylag jobban ismertek szerintem a Minszki megállapodások, kevésbé ismertek az ilyen kisebbek, mint a aratási tűzszünetek voltak, hogy a traktorokat ne lőjék már szét a frontvonal környékén. Azért ezek nagy rászint úgy néztek, hogy egy kisebb részét az ukránok, a nagyobbik részét meg az oroszok kb. Egy napon belül megszekték. Magyarán igazából lehet reménykedni tűzszünetben, de valószínűleg ameddig fél vagy nem veszít, vagy mondjuk nincs valami hatalmas nagy változás, akár mondjuk a támogatásokban, vagy anyagilag, akkor gondolom ez menni fog így tovább. Igen? Utóbbi szerintem. Egy utolsó gondolat, mert sajnos kifutunk lassan az adásidőből. Az utóbbi szerintem a szűk keresztmetszet, mert azért az látszik, hogy azért a nyugatnak sincsen végtelen mennyiségű pénz erre a háborúra, az oroszoknak meg nagyon fogy a pénz erre a háborúra, mert ezt mindig azt látja, figyeli most, hogy ugye nőtt az orosz GDP. Persze, mert a hadianyaggyártás is növeli a GDP-t, egy katasztrófa utáni helyreállítás is növeli a GDP-t, de az nem teremt jólétet. És azért nem lehetem, hogy például ezt a BRICS valuta dolgot 10 év után újra felmelegítették az oroszok, mert azért meg kell nézni, hogy a rubel árfolyam az, hogy zuhan be. És szerintem az oroszok most kezdik érezni azt, hogy kezd fogyni a pénz. Ők valószínűleg pontosan tudják, hogy ennyi meg annyi hónapra, vagy lehet, hogy évre elegendő pénzük van a háborút folytatni. Tudni kell, hogy azért a nyugatnak valószínűleg több pénze van a háborút folytatni. Hát azért tudni kell, hogy a német ipar önmagában nagyobb, mint a teljes orosz ipar. Tehát csak Németország ezt pénzzel győzni, ha igazán beleállnának. Az más kérdés, hogy mennyire akarja az nyugat-európai társadalom ezt támogatni. Én szerintem itt, és ha most a tippelek, mert igazából mivel nem látunk be a titkos aktákba, ezért csak tippelni tudunk, és bárki azt mondja, hogy 2 évnél hosszabban előrelát, és megmondja frankót, az hazudik. Én annyit tudok mondani, hogy én azt látom, hogy az elkövetkezendő 2 évben ez egy befagyott konfliktus lesz, mint a két Korea közötti. Valószínűleg lesz előbb-utóbb egy tűzszüneti megállapodás, amit mindenki senki nem fog komolyan venni, hanem ez gyakorlatilag egy pihenő lesz egy 10-20-30-40 év múlva újra bekövetkező konfliktusra. És egyébként én azt látom, hogy erre tulajdonképpen az egyetlen megoldás az lenne, hogyha lenne valami kompromisszum, ahhoz viszont meg az kell, hogy az ukrán elnököt ne Zelenszkijnek hívják, és az is kell, hogy az orosz elnököt ne Putyinnak hívják, mert ez a két ember soha nem fog tudni leülni a tárgyalni. Szerintem legyen ez a végszó, és legközelebb majd meglátjuk, hogy mi történik, és az alapján újra beszélgetünk. Vasáros Gáborral, a KRTK Regionális Kutató Intézet tudományos munkatársával beszélgetünk. Köszönjük szépen, hogy eljött. Jó szerencsét! Önöknek pedig a figyelmet köszönjük. A mikrofonnál Nagy Károlyt látták, illetve hallották. További jó rádiózást! Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.